tartasz a mai jóga órámon, de mielőtt elkezdenénk, kérlek iratkozz fel a csatornámra egy egészségesebb, boldogabb és kiegyensúlyozottabb életért a jógával. Nagyon hálás vagyok, hogyha feliratkozol és ezzel támogatsz engem, ez nagyon-nagyon sokat jelent nekem. Köszönöm szépen, és most kezdhetjük is az órát. Sziasztok, köszöntelek titeket a mai órán, ma egy csípőnyitó és mobilizáló órát fogunk csinálni, kicsit workshop jellege lesz, mert az anatómiát is átnézzük, hogy mi kapcsolódik a csípőhöz, milyen izmok, és hogy mit kell pontosan lenyújtanunk ahhoz, hogy a csípő mobilitását növelni tudjuk. De először egy légző gyakorlattal kezdjük az órát, váltott orrjukú légzést fogunk csinálni. Gyertek keresztezett lábú ülésbe, vagy fél lótuszban a szőnyegre, bal kezünk tudatmudrában pihen, a térdünkön tenyér felfelé néz, jobb kézből pedig a tisztítási kéztartást formáljuk, második, harmadik ujjunkat lezárva, és a hüvelyk ujjal fogjuk be a jobb oldalt, bal oldalon légzünk háromszor, mély belégzés, hosszú elnyújtott kilégzés. A gyűrűs ujjal a bal oldalt fogd be, és jobb oldalon lélegezz háromszor. Majd a balon be, és a jobbon ki háromszor. Majd a jobbon be, és a balon ki háromszor. Majd végezzünk egy teljes kört, bal be, jobb ki, jobb be, bal ki. Majd engedjük le mindkét kezünk, figyeljünk befelé, és vegyünk mindkét orrunkon keresztül egy pár mély lélegzetet, érkezzünk meg a mai jóga órára. Majd dörzsöljük össze a tenyereket, harmonizáljunk, és vigyük fel az energiát. Arctól lefelé a testünkre. Majd álljunk föl, és folytassuk a bemelegítéssel, amit fentről lefelé fogunk végezni. Így a fej és a nyak bemelegítésével kezdünk. Mély belégzés, orron át, és a kilégzéssel előrefelé döntjük a fejet. Ismét belégzés középen, kilégzéssel jobbra döntjük a fejet, a váll marad lent lazán. Lassan fújt ki a levegőt, majd ismét belégzés középen a fej, és kilégzéssel bal oldal. Ezt még kétszer megismételjük, a légzés tempójával összekötve. Mindig középen a belégzés, és az egyes irányokba a kilégzés. Majd lentről kezdünk jobbra körzést,
hogy nem döntjük hátra teljesen a fejet, középen hozzuk át, fönt van a belégzés, és ahogy lefelé megyünk, szép lassan kifújjuk. Háromszor megyünk jobbra, majd lent váltunk, és elindulunk balra is háromszor. Majd álljunk meg, és a tüdőenergia gyakorlattal folytatjuk. Tegyük a vállra a kezeket, mély belégzésben tartva, ötször körzünk előre, ötször hátra, majd egy box mozdulattal fújjuk ki a levegőt, és a test mellett engedjük ki az ujjakat. Tehát mély belégzés, és előre öt, majd hátra, és kifúj. Leenged. Megismételjük nyújtott karral, mély belégzésben tartjuk, és előre, majd hátra, és kifúj. Majd leengedjük, és elkezdjük lendíteni a karokat, lazán előre, hátra, feszített izmok nélkül, pattanjanak vissza a karok, majd a mozdulat közben elől összezárjuk, hátra, hátul pedig nagyra nyitjuk az ujjakat, széttárjuk a tenyeret, majd helyezzük a hüvelykujjat a tenyérbe, és így folytassuk a karok lendítését. Majd pedig fölle lendítjük a kart, szintén lazán, nem megfeszítve. Ezután pedig fordulunk, törzsfordítás, karlendítéssel, utána nézzünk a karoknak. Majd picit nagyobb terpezbe állva, jobb oldalra hajolunk, lebehajlíts be picit a térded, felső test laza, mintha valamit fölvennél, és ezt a másik oldalra, keresztbe elhajítod, és a láb, ahova lehajolsz, lábujjhegyen kifordul. Na még egyet, és mehetünk a másik oldalról. Légzésben pedig fönt van a belégzés, és lent van a kilégzés. Na még egy utolsó. Szuper, megállunk. És végig sétálunk, vagyis hát sétálunk a talpainkon, lábujjhegytől a sarokig. Belenyomjuk a szőnyegbe koncentráltan a talpakat. Majd jobbra-balra lendítjük a lábakkal, tenyérből indítjuk a mozgást. Meg hátrafelé párat. És előre párat. Szép lassan megállunk. Csípőkörzéssel folytatjuk jobbra. Majd balra. Majd zárjuk össze a lábakat, térd fölött,
támaszkodjunk meg, picit hajlítsuk a térdet, hát egyenes vállak, lazák, és térdkörzés jobbra, mindeközben a talp és a lábujjak maradjanak a szőnyegen. És másik irány. Jó, majd álljunk csípőszéles terpezbe, fogjuk meg keresztbe a térd belső hajlatát, és domborítsunk. Három lélegzet le a hasba, mélyen. Majd innen szép lassan fölállunk, emeljük a karokat, mély belégzés, hátrahajlás, kilégzéssel lehozzuk a karokat imatartásba, és még a csípőbe melegítését elvégezzük. Jobb oldalon kezdjük, jobb lábbal pici köröket írunk le kifelé. Majd befelé. Majd emeljük a térdet magasra. Itt ugye már el is lehet mondani, hogy a csípőizület egy gömbizület, ezért nagyon széles a mozgástere, minden irányba tud mozogni. Viszont sajnos a mindennapokban ezt nagyon keveset használjuk ki, ugye inkább előre és hátrafelé mozgunk a lábakkal, közben másik oldal, és az ülő életmód miatt is ez a mozgás, tehát a csípőizület mozgása beszűkülhet. Másik irány, ezért fontos ilyen körző mobilizációs gyakorlatokat végezni. Ugye az izület, ahogy mozog, úgy termeli az izületi nedvet, és ez fogja fitten tartani, úgymond az izületet, a mozgás. Közben magas térdel végezzük a körzést, és a másik irány. Jó, rázzuk le picit a lábakat, és harmonizálunk egyet. És mielőtt belekezdünk a gyakorlatokba, most nézzük át az izmokat, hogy mi is fontos a csípő nyújtásánál, nyitásánál, mobilizálásánál. Ugye, amire egyből mindenki gondol, az a csípő horpaszizom, amit ugye általában ide tudunk lokalizálni. Viszont ne felejtsük el, hogy ez a csípő horpaszizom az ugyanitt tapad, de az eredése az viszont az alsó gerinc szakasznál, az alsó csigolyákon van. Tehát nagyon fontos az is, hogy az alsó gerinc szakaszt megnyújtsuk, vagyis hát ezt a területet ne külön kezeljük, hanem, mint sokszor szoktam mondani, az egész testet egyben. Tehát nem elég nekünk ezzel a résszel törődni, mert ugye innen ered ez az izom, tehát a gerinc és a háti izmoknak a nyújtása is nagyon fontos lesz. Illetve még a farizmok hátulsó oldalon is itt tapadnak, és a combizmoknak is szerepe lesz abban, hogy a csípő laza legyen, hiszen ha a vele kapcsolatos izmok berövidülnek, akkor nem engedik a csípő mozgását sem. Tehát ezért nézzük egységben a testet, az izomzatot, a miofasciális láncokat, ha csak egy darabbal foglalkozunk, mindig azt a hasonlatot szoktam hozni, hogy az olyan, mintha mondjuk egy ingnek csak az egyik ujját vasalnánk ki, a többit úgy hagynánk, visszaraknánk a szekrénybe, és azt mondanánk, hogy kész, ez ki van vasalva, de nincsen. Tehát nézd a testet, mint egység, minden mindennel összefügg, és így is kezeld. Jó? Tehát álló ászanának egy harcos egyes pózt fogunk csinálni, ugye, ami szépen megnyújtja a hátulsó izomzatot. És a nagy terpeszállás révén a csípőizületet is nyitja, a combizmokat is erősíti. Jó?
Tehát vegyünk föl egy széles terpeszállást, oldalsó középtartásban a karok, ellenőrizzük, hogy a lábfejek egyenesen előre álljanak, és egy vonalban legyenek a tenyerekkel körülbelül. Medencét billentjük előre, lapockákat távolítjuk, áll visszahúzva, fejtetővel pedig fölfelé terjeszkedünk, törekszünk. Majd belégzéssel a jobb lábat kihozzuk 90 fokban, és nagyon fontos, a bal lábunkat pedig hozzuk be 45 fokba, hogy segítsünk a csípőnek, azt se szabad tenni, hogy túl feszítsük, és ne tudjon mozogni a testünk. Tehát ez az a célunk, hogy ezt az ászanát szépen meg tudjuk csinálni, ki tudjuk használni a jótékony hatásait, ezért ne magunk ellen dolgozzunk, tehát fordítsuk be azt a lábat 45 fokba. Jó, akkor még egyszer belégzés, mert most nagyon sokat beszéltem, és a kilégzéssel hallítsuk be az előlévő térdet, hogy ez a boka fölé kerüljön, emeljük a két kart, tenyerek egymással szembenéznek, vállakat leengedjük a fültől, hátulsó külső talpér, törekszik a talaj felé, csípő billent előre, tehát medence billent előre, és tartsuk 5 lélegzetet, feszítsd a hátulsó izmodat, és figyeld meg a nyúlást, az erőkifejtést. Lélegezz mélyeket. Közben vidd egyre lejjebb a csípőt a talaj felé. És kilégzéssel középállásba visszaérkezünk. Belégzéssel bal láb fordul 90 fokba, a jobb pedig 45 fokban kíséri, és kilégzéssel hajlít a térd. Jönnek a karok föl, tenyerek egymással szemben, és ott lélegzett. És ötödik kilégzéssel visszajövünk, leengedjük a karokat, picit lazítsuk el, lábakat, harmonizáljunk egyet. Jó, majd megcsináljuk a derék lazító gyakorlatsort, ugye ezt most nem kell elmondanom még egyszer, hogy miért, ezt az óra elején, vagy az előbb elmondtam, és utána talajon folytatjuk a gyakorlatokat. Közepes terpeszállásba állunk, az alkart az alkarral kulcsoljuk, belégzés és kilégzéssel, dőj előre a fejnyak, lazán lóg, ha úgy érzed, nyugodtan hajlíts be az elején még a térdeket, és hintázz előre-hátra, vidd a figyelmedet a deréktáj szakaszhoz, lélegezz, old a feszültséget. Majd jobbra-balra hintázunk. Leírhatsz egy ilyen kis végtelen jelszerűséget a könyököd irányításával. Jó, majd átmegyünk a malom gyakorlatba, jobb kézzel a bal bokához, bal fellendül, és váltod az oldalt. Belégzés középen, erőteljes kilégzés, orron át. Majd állj meg, helyezd a tenyereket középre, bal tenyér maradjon lent, és a jobb karodat emeld, nyisd a mellkast, és ismét deréktájba érezd, ahogy az egyik oldal jobban nyúlik a fordulás által. Majd kilégzéssel visszahelyezed a tenyered, és másik oldalra emeljük a bal kart. Lélegezz. Majd kilégzésre visszarakjuk a talajra a tenyeret,
Szélesítjük a terpeszünket, és egy picit előre-hátra hintázunk. Ugye ilyenkor lerakhatod az alkart is, és most már lehet érezni a csípőizületnél, belső combizmoknál, várlizmaiban, és azt a nyúlást. Ugye így sem megyünk bele egyből egy nagyon mély nyújtásba, ezért egy picit hintázunk, szoktassuk a testet ezekhez a kitartott statikus nyújtáshoz. Majd megállunk a leghátsó pozícióban, három lélegzetnyit. Jó, majd támaszkodj meg a tenyereken, és szűkítsd vissza a terpeszedet. Az előrehajlásokkal tudjuk a hátsó gerinc szakaszt nagyon jól lenyújtani, az alsó deréktáj szakaszt. Jó, annyira szűkítsük a terpeszt, hogy meg tud fogni a bokád vagy a lábszárad, és az alkar oda simuljon. Fej, nyak, laza, mellkassal közelítünk. Lélegezz. Esetleg a talpaiddal is egy picit játszhatsz, ha belső talpérre próbálod helyezni a testsúlyt, még nagyobb a nyújtóhatás. Külsőre akkor lazítasz rajta. Jó, majd ragd le a tenyereket a szőnyegre, fordíts meg, késztől nézzen előre felé, és menj túl, vagy menj a sarok vonala felé, és így húzd be magad. Lélegezz. Jó, gyere előre a tenyerekkel, és most csinálunk még egy zárt lábas előrehajlás, de ugye nem állunk föl, hanem ebből csináljuk meg. Tehát szűkítsd a terpeszed, és engedd el a talajt. Ugye itt az a lényeg, hogy a hátsó szakasz, háti gerinc szakasz ne görbüljön, és hogy mellkassal közelítsünk. Tehát azt a odáig menj, ami neked kényelmes, térd, lábszár, vagy ha leérsz a talajra. Lényeg, hogy a nyaki gerinc szakaszban ne legyen púp, ne a fejedet akard odahúzni, hanem mellkassal közelítünk, és lélegezzük át. Jó, majd lerakod a tenyered, behajtod a térdet, picit szélesíted most a terpeszt, és lemegyünk Malászanába, ugye ez már tipikus csípőnyitó gyakorlat, a könyöködet helyezed a térd belső oldalához, és a tenyerek imatartásban az alkar folytatása, a hátad egyenes, lélegezd át. Jó, és egy picit rugózz benne. Ugye előfordulhat, hogy valaki nem tud belemenni ebbe a Malászana pózba, ugyanis a hátulsó izomzata, meg az előső is, vagy inkább az előső, annyira merev, hogy ezt a guggoló tartást nem tudja fölvenni, tehát így fog kinézni az ászana, egyszerűen nem tud legugolni, tehát nem engedi az előső izomlánc. Ugye ilyenkor érdemes a tenyereket lerakni a talajra, és így végezni. Tehát ebből is látszik, hogy mennyire szükséges az előső és hátsó izmoknak a lazasága is ahhoz, hogy egy csípőnyitó gyakorlatot teljesen el tudjunk végezni.
Jó, akkor nyissuk jobb oldalra. Vissza közép. És bal oldalra. Vissza közép. Még egyszer megcsináljuk. Másik oldal. Majd középen rakd le a bal tenyeret, nyisd a jobbat. Hozd hátra a kart, amennyire csak tudod. Ugye itt most itt a felső háti szakaszsal és a mellizmokkal is dolgozunk, fűrészizmokat is nyújtjuk. És kiégzésre vissza, majd belégzés, és másik oldal. Jó, majd visszajövünk középre, és fordulunk hosszanti irányba a szőnyegen. Jobb lábad legyen elől, a bal láb hátul, és támaszkodj a két tenyereden, illetve a hátulsó lábadnak a lábujjaim. És akkor előre-hátra hintázunk. Ugye ez a csípő ízületnek könnyebb lesz, mert ez az irány, amihez hozzá van szokva. Viszont ettől függetlenül a csípő horpaszizmot ez ilyen irányú mozgás nagyon szépen le tudja nyújtani, és ezzel együtt a combizmokat is. Jó, majd álljunk meg, és a jobb lábadat megfordulok, hogy a jobb lábam legyen a kamera felé, és a jobb lábadat, a jobb térdedet billentsd kifelé, majd vissza. Közben a csípőtold egy picit előre. Tehát egy ilyen, mondjuk egy ilyen félkört írunk le, tehát a hátsó lábad erejéből. Tolod magad előre felé, és egy ilyen félkört írsz le. Kilégzéssel megyünk bele a nyújtó pozícióba, tehát belégzés mindig, alappozíció, kilégzéssel nyújtod, hogy a légzéssel rá tudsz segíteni. Jó, most először ugyanezt elvégezzük a másik oldalra, rakd le a térdet, hozd hátra a jobb lábat, előre a balt, tehát tenyereken támaszkodj, lábujjakon támaszkodj, és először hintázunk, előre-hátra. Jó, majd állj meg, és ismét kezdjük el a térdet kifelé vinni, csípőt előre, hátul lévő láb-láb fejének erejével segítünk ebben a mozgásban. Kis félkört írunk le. Jó, még egy utolsó. Jó, és majd ragdja a térdet, és visszaváltjuk a lábakat, tehát jobb láb lesz elől. Emelkedjünk föl, helyezzük a lábat magunk elé. A kezeket pedig a csípőre, és majd amikor előre visszük a csípőt, akkor a kezekkel egy kicsit lefelé fogjuk nyomni a medence csontot, jó? Illetve arra figyelj még, hogy a talpad legyen előrébb, tehát jó messze tőled, hogy amikor előre visszük a csípőt, akkor a térd a boka fölé kerüljön, tehát ne így érkezz meg, jó? Tehát belégzés és kilégzéssel visszük előre, de ilyenkor, ha esetleg nem jó pozícióban van az előlévő lábfej, és nem jön ki a szög, akkor korrigálj. És akkor most nyomd lefelé a csípőcsontot, és lélegezz. Hátul lévő térded nyomd bele a talajba. Esetleg rakhatsz egy takarót a térd alá, hogyha érzékeny.
kilégzésre engedd el. Szuper, helyezd a sarkadat a talajra, majd belégzés és kilégzéssel mellkassal közelítve. Dőlünk előre, ilyenkor megfoghatod a lábszárad vagy a talaj. Fontos, hogy mellkassal közelítsünk, tehát ne a fejeddel akard. Sarkadat nyomd be a talajba, pipáld vissza a lábad, és lélegezz. Ugye hátsó vonalat érezzük, farizmok nyújtását érezzük, és ez visszahat egészen az alsó gerinc szakaszig, szinte a pontot is meg tudom mutatni. Ha úgy érzed az erőteljes légzések során, hogy előrébb tudsz menni, jobban bele tudsz menni, akkor azt tedd meg. Jó, majd kilégzéssel feljövünk és megismételjük ezt a két gyakorlatot. Tehát csípőnökéz, belégzés, kilégzéssel visszük előre. Az is lehet, hogy most még előrébb kell rakni a lábadat, mert már lazítottunk a nevezett izomzatokon, és légzés, nyomd lefelé a csípőt. Majd kilégzéssel föl, sarkot helyezed le, belégzés, és kilégzéssel dőlünk el. Jó, majd gyere föl, vidd hátra a jobb lábad, hozd előre a balt, és ugyanezek a gyakorlatok lesznek, tehát fölegyenesedünk, magad elé hozod a térdet, csípőn a kéz, belégzés, kilégzéssel viszed előre, lábfej helyzetét ellenőrzöd, korrigálsz, ha szükséges, nyomod bele a csípőt a matrac, vagy a kezedet a csípő felé, lefelé. Majd kilégzéssel föl, sarkodat helyezed le, belégzés, és dőlsz előre kilégzéssel. Egyenes a hát, mellkassal közelíts. Sarkodat nyomod a szőnyegbe. Jó, majd vissza föl, csípőn a kéz ismét, belégzés, kilégzéssel előre. Vissza föl, sarkadat helyezed le, belégzés, kilégzéssel előre. Visszapipálva a láb, mellkassal közelítesz. Jó, majd lazíts be, vidd hátra a bal lábat, hozd előre ismét a jobbat, és visszamegyünk a legelső ilyen pozíciókban, tehát a bal lábad lábujjain támaszkodsz, viszont most arra törekszünk, hogy az alkart is lerakjuk a talajra. Ha nem sikerül, akkor marad tenyéren támaszkodva, vagy vidd előrébb a tenyereidet, tehát amennyire csak tudsz, menj bele. És most jobbra mozgatjuk a csípőt, ezzel a térd kifelé fog dőlni. Azzal is játszhatsz, hogy esetleg a lábadat kijebb viszed. Jó, most próbáld meg a lábfejedet még picit előrébb vinni, és így folytatni. Úgy
modifikálhatod, hogy lerakod a hátul lévő térdedet. Akkor nem kell magadat tartani, tehát nem kell a saját testsúlyodat tartani, így erőt nem fejtesz ki, viszont a mobilizációt, nyújtást ugyanúgy tudod élvezni. Élvezni, hát nem biztos, hogy a jó szó, de a jótékony hatásait előhozni, jó? Közben cseréljünk lábat, jobb láb megy hátra, bal pedig előre. Először tartsuk meg magunkat, tehát a lábfejeden támaszkodj, és törekedj abba a pozícióba, hogy le tud rakni az alkart, vagy minél lejjebb menj. Ugye itt is a háti szakasznak, a háti szakasz azt szeretnénk, hogy egyenes legyen, és most balra toljuk ki a csípőt, ezzel a térd is dől balra. Esetleg észre is lehet venni, hogy az egyik oldalad nem ugyanolyan, mint a másik, tehát mondjuk egyik oldalra nehezebben tudod elvégezni ezeket a gyakorlatokat. Mondjuk azon az oldalon duplázhatod a nyújtások számát, hogy ki tud egyenlíteni a két oldaladat. Jó, majd rakjuk le a térdet, és így folytassuk még egy párszor. És egy utolsó. Majd támaszkodj meg a tenyereken, és szép lassan bontsd a pózt. Picit ülj hátra a sarkadra, és csinálunk egy előre nyújtózást. Kicsit ellazítjuk azokat a csípőizmokat is ebben a pozícióban, mármint hagyunk nekik egy kis pihenőidőt. Majd szép lassan ülj föl. Jó, csinálunk most még pihenésképpen egy klasszikust, egy pillangó pózt. Rakjuk össze a talpakat, húzzuk közel a sarkakat a testhez, és ahogy átöleled, átkulcsolod az ujjakat a talp alatt, figyelj arra, hogy ne összezárva legyenek a talpaid. Tehát, hogyha összezárod a talpakat, akkor automatikusan feljebb fognak emelkedni a térdeid, és ezzel ugye a csípőizület is a beszűkültebb mozgást végzi, viszont mi nyitni szeretnénk, tehát a talpakat szedjük szét, csak az alsó talpél érjen össze, és a felső talpéleidet pedig amúgy csak tudod, nyisd szét, és így rakd a kezeidet alá. Ez nagyon jó, mert ilyenkor a kezeiddel egy picit húzod a talpakat magad felé, és a talpaidat pedig belefeszíted az összekulcsolt tenyerekbe, így jobban tudod nyitni a csípőt. Jó? Hát egyenes, a vállak lazák, és ebben a pozícióban is a medencét egy picit billentjük előre felé. Tehát hátul az alsó gerincszakaszban nincsen homorítás. Jó, reptetjük a térdeinket. Majd állítsuk meg a térdeket, belégzés és a kilégzéssel egyenes alsó gerinc szakasszal, mellkassal közelítve dőlünk előre. És egy 5 lélegzetet lent tartjuk, lélegezz mélyeket, és koncentrálj a talpak nyitására közben. És vidd a figyelmedet az alsó gerinc szakaszra. Majd egy kilégzéssel gyere föl, fogd meg kívülről a térdeidet, és a kezed erejének segítségével zárd össze a térdeket. Jó, majd kulcsoljuk össze a kezeket, vagy foghatod csak a térdeket is, és csináljunk egy domborítást.
Majd belégzés, egy homorítás, picit nyitod a térdeket. És visszadomborítunk. Homorít belégzés. Domborít záratért. Kilégzés, és a nyaki szakaszt, válszakaszát, lapockákat jól domborítsd. Belégzés, homorít. És egy utolsó domborítás. Jó, majd visszaülünk középre. És akkor most meg fogjuk egy picit nem egyenes, előre és hátra, hanem jobb bal irányba is mobilizálni azt a csípőizületet. Ehhez pedig jöjjünk le a szőnyegünknek a jobb végére, és a bal lábunkat nyissuk ki. Tehát egy ilyen félgugolásban vagyunk, tenyereket pedig középre rakjuk. Jó, így fogjuk váltani a két oldalt. Először most még támaszkodjunk a talajon, tehát nem kell itt most a saját testsúly elbírásával törődni ismét. Tehát belégzés és a kilégzéssel menj át a másik oldalra, és amikor visszaértél, nagyon fontos, pipáld vissza a lábfejed, és a sarkodat nyomd a talajba. Tehát, hogyha lefelé hagyod, érzed, ugye, hogy az izomzat is előrefelé áll, és az izület se fordul ki teljesen. Mi pedig azt szeretnénk, hogy a legnagyobb mozgástartományba mozgassuk meg. Ugye mondjuk az a csípő, tehát a lábkörzés lenne, amit az elején csináltuk, de az túl könnyű gyakorlat, jó? Tehát belégzés, kilégzés másik oldal, és visszapipálod, nyomod bele a talajba a sarkat, és közelítesz az egész hátsó szakasszal a talaj felé. Közben nem görnyedünk hát egyenes. Belégzés, kilégzés másik oldal, és nyomjuk lefelé a várlit, a sarkunkat. Még egyszer vissza. Jó, a következőnél kicsit kombinálni fogjuk még a gyakorlatot. Belégzés, kilégzéssel átmegyünk, majd ülj le, és fordítsd a felső törzset. Jó? Majd vissza, át a jobb oldalra, visszapipálod, leülsz, fordítod a felső törzset. Mi is ebből próbáljunk egy folyamatos mozgást kihozni. Nyugodtan támaszkodj közben, itt most nem az a lényeg, hogy egyensúlyozzunk, meg hogy elbírjuk a testsúlyt. Jó, és most még rakunk rá egy mozgást, a térdedet ragd le, és így fordulj. Jó, mutatom még egyszer. Átjössz, lefelé közelítesz, majd leülsz, térdbe hajlít, törzs fordul. Jó, az egy elég komplex mozgás, ami a csípőt viszont nagyon szépen mobilizálja. Másik oldal, lefelé közelítünk, térd le, fordul. És ez igazából egy fasciális, nagy mozgásos gyakorlat, mert hogy ugye itt nagyon hosszú izomlánccal dolgozunk, és a spirális láncokat is mozgatjuk, mert hogy csavarást végzünk. Mi jó, szuper! Visszajövünk középre, és még utolsó csípőnyitónak egy galamb sorozatot fogunk csinálni.
Ehhez pedig forduljunk ismét hosszában a szőnyegen, és most minden hókusz-pókusz nélkül megyünk bele először egy ilyen félgalamb pozícióba, tehát a jobb lábadat behajlítod magad előtt, a bal lábad pedig nyújtva van, és a két tenyér a talajon. Itt arra törekszünk, hogy a két csípőcsont előrefelé nézzen, tehát ne forduljon ki. Hogyha ezt úgy tudod kivitelezni, hogy közben a talajtól elemelkedik a csípő, az se baj. Tehát itt most nem az a lényeg, hogy mindenképpen az egyik oldalad leérjen a talajra, hanem az a lényeg, hogy a két csípőcsont előrefelé nézzen, és így tudjuk a legjobb, legeffektívebb nyújtóhatást elérni. Ha ez a lábad előrébb van, beljebb van, teljesen mindegy, ezt lehet úgy helyezni, ahogy neked a legjobb. Még egyszer mondom, arra törekszünk, ne forduljon ki a két csípőcsont, hanem előrefelé nézzem. Jó, rakjuk le az alkart, lélegezzünk. Ugye most a hajlított előlévő láb belső izomzatában és hát a csípőizület környékén lehet érezni a nyúlást, és ez nagyon szépen lenyújtja a farizmot is, meg a combizmot. És egy picit hintázunk jobbra-balra. Itt is lehet a nyújtott lábon a térd alá berakni valami puhát, hogy a térdizület ne érintkezzen a talajjal, és így ne sérüljön, vagy hogyha érzékeny, akkor ne fájjon. Jó, tehát jobbra-balra hintázunk, jobbra-balra mozgatjuk a csípőt. Jó, majd álljunk meg. A tenyereiddel sétálj vissza, így a térd magasságáig, és nyomd lefelé a csípőt, a hát az laza, vagy hát nem laza igazából, mert tartod magad, csak az a lényeg, inkább azt akartam mondani, hogy semmilyen irányba nem kell puffosítani, meg feszíteni, hanem itt a csípőn legyen most a hangsúly. Nyak, fej, laza, az a laza, nyak, fej, igen. Jó, majd kilégzéssel lazíts be. És akkor most jön az a rész, hogy a hátul lévő lábat elkezdjük visszafelé hajlítgatni. Ugye itt is egy picit először szoktatjuk ehhez a mozgáshoz, és nem egyből belemegyünk egy erős, statikus nyújtásba. Jó, és amikor úgy érzed, hogy felkészültél, akkor fogd meg a hátul lévő lábadat, és kezd el a combot felé közelíteni. A másik kezeddel nyugodtan egyenlíts ki, ahol jónak érzed, itt is. Az a lényeg, hogy ne forduljunk, tehát hiába fordulsz ki és hozod oda a láb fejed a fenekedhez, ez nem sokat fog érni. Előrefelé legyen mind a két csípőcsont, és így közelíts. Lehet, hogy inkább elfordulok, hogy ne lássátok az arcomon a fájdalmat, persze, hogyha nagyon-nagyon fáj. Tehát saját határaidon belül, ugye nem akarunk ártani magunknak, és mély légzésekkel kombináld. Illetve a felső testre is figyelnünk kell, tehát hogyha ledőlsz, akkor megint nem ér semmit. Felső test minél jobban egyenesen marad. Jó, majd egy picit lazítsuk be. Hát, ha már idáig jutottunk, csinálhatunk egy galant poszt is, bár most nekünk nem az a lényeg, hogy a
poszt kitartsuk, hanem hogy a nyújtóhatást, tehát bal kezed a lábfejednél, jobbal vagy támasztod magad, vagy pedig emeled. És kilégzéssel vissza. Jó, és cseréljük a lábakat. Jobb lábat rakjuk hátra, és a bal lábat hozzuk előre, ugye egy lefelé néző kutyában is lehet váltani. Most én ezt kihagytam. Ismét helyezkedjünk el úgy, ahogy a legjobban tudjuk a két csípőcsontot előrefelé pozícionálni, és először lefekszünk, vagy alkaron támaszkodunk, és jobbra-balra mobilizáljuk a csípőt, hintázunk jobbra-balra. Majd állj meg, támaszkodj meg a tenyereken, sétálj vissza körülbelül térd magasságú, csípőcsontok előre felé. Nyomod lefelé a csípőt, felnyak, laza, hátul lévő láb is egyenesen van, az se fordul ki. Lazíts be a felső testet, törekedj arra, hogy azért egyenes maradjon, és kezd el visszafelé hajlítgatni a lábszárad. Ami még nagyon fontos ezeknél a csípőnyitó gyakorlatoknál, hogyha benne vagy egy mélyebb nyújtásba, akkor mindig nagyon lassan gyere ki belőle, sose hirtelen, mert a hirtelen kijövetel is sérüléshez tud vezetni. Tehát, hogyha a szalagok hirtelen elernyednek, az se tesz jót nekik. Mindig a fokozatosság elvét tarts magad előtt, még akkor is, hogyha már örülsz, hogy úristen vége is gyorsan fölállok, na ezzel pont többet árthatsz magadnak. Jó, majd behelyezkedünk a pozíciónkba, ha egy kicsit elfordultunk volna. Fogd meg a jobb lábad, és közelíts a combod felé. Törzsel is igyekszünk egyenesen lenni, egyenesek lenni, csípőcsontok előre felé néznek. Mélyeket lélegez. Jó, majd engedd vissza, még egyszer a pozíciódon javíts, vagy korrigálj, és megcsináljuk az egyensúly pózt. Fogd meg ismét a jobb lábad, emeld a bal kart, vagy támaszkodj a talajon. És leengedjük. Ezt úgy is meg lehet csinálni, hogyha lent maradsz a talajon, tehát hogyha nem lehetséges az elemelkedés, hogy lerakod a talajra a csípőt, és úgy fogod meg a lábadat, csak itt már biztos, hogy nem fog az a csípő csont előre állni. Tehát ez nem egy jó modifikáció, nem egy jó irányú modifikáció. Akkor már inkább legyen úgy, hogy sokkal jobban elemelkedsz, és így fogod meg. Tehát ezzel többet nyújtasz, többet használsz, mint hogyha kiülsz oldalra, és egy ilyen
ferde galambot csinálsz. Jó, jöjjünk ki a pózból, és támaszkodjunk meg a hátunk mögött, a lábakat pedig így behajlítva tartsuk magunk előtt, és rázzuk le egy kicsit a combizmokat. Csak nyisd, zárd a térded, rázd le a combokat, közben érezd, hogy a csípőizület is megköszöni, hogy abba hagytad ezeket a gyakorlatokat. Nem majd feküdjünk a hátunkra, és húzzuk közel magunkhoz a térdeket. Maradjunk egyelőre még a talajon, a felső testtel, lazítsd el a vállakat, a nyakad, a hátad. Vigy egy pár mély lélegzetet. Majd fogd meg a tért kalácsot, nyújtsd a karokat, és írd le köröket a térdeiddel, a karok segítségével. Majd a másik irányba. Majd nyisd szét a térdeket, a belső oldalon maradjon a kezed, és óvatosan föllel mozgasd a térdet, vagyis hát a kezeiddel gyakorolj nyomást. Majd fogd meg a lábujjakat, és nyújts ki mind a két lábadat, vagy ha a vádlidat fogod, az is nagyon jó, és húzd lefelé. Jó, majd zárd össze ismét a térdeket. Esetleg, hogyha az óra elvégzése után holnap izomlázat érzel, így a csípő tájékon, akkor a mobilizáló gyakorlatokat csináld meg. Tehát amikor csak lazán előre-hátra mozogtunk kartámaszban, úgyhogy az egyik láb hátul van. Nem kell megint mély statikus nyújtásokba belemenni, hanem egy-két ilyen mobilizálást, vagy esetleg álló ilyen térdkörzéseket, magas térdkörzést csinálj, és ez már is segíteni fog egy picit. Jó, majd ezután nyújts ki a lábakat, karokat tedd a test mellé, tenyerek fölfelé nézzenek, lábok 30 fokos kis terpezben. Vegyél mély lélegzetet, vidd le a hasba a levegőt, koncentrálj a lélegzetre. Érezd, ahogy feltöltődsz energiával, ami szétárad az egész testedben. Lazítsd el minden izomzatodat. Koncentrálj a légzésre, és legyél hálás magadnak a mai jóga óra elvégzéséért. Majd szép lassan ülj föl, gyere ismét egy ülő pozícióba. Harmonizálj, dörzsöld össze a tenyereidet, és vidd fel az energiát a szemekre, a fülekre, a torokra, a mellkasra, a hasra,
A derékra. És simíts végig a térdekig. Köszönöm szépen az órát, egészségetekre, namaszté!